Ez a Maja mesé. Ahol itt van velünk Laci, aki úgy apostrofálja magát már egy ideje, és nem véletlenül, hogy ő a sztárok sofőrje. Laci, ez egészen pontosan mit jelent, milyen sztárok sofőrje vagy miért, és kiket szoktál, és hova húcibálni? Én belecsöppentem ebbe a sztárok sofőrje szerepbe, ugyanis 9 évet éltem kint Angliában, ezért elég jól beszélek angolul. Na most a filmes nyelv pedig az angol. Tehát minden egyes sztár, ember, aki dolgozik a produkcióban, ő beszél angolul, tehát neki kötelező. És amikor megkapják a főnökeim az adott munkát, akkor mi csak annyit látunk, hogy a telefonszám, hova kell kiállni, és a megrendelőnek a neve. Na most a megrendelő az pedig a produkció, tehát mi nem tudjuk, hogy kit fogunk vinni. Ne ugorjunk ennyire előre. Hogy kerültél egy olyan céghez sofőrként, akik ilyen különleges feladatokat kapnak? Nyilván úgy nem lehet egy ilyen helyet megpályázni, hogy én szeretnék oda elmenni sofőrnek. Tehát ide ismerős kell. Nekem is volt egy ismerősöm, ő vitt engem be oda, hogy tudok angolul, hát akkor próbáljuk meg. Évek kellettek ahhoz, hogy én be tudjam magam dolgozni egy olyan helyre, ahol már sztárokkal dolgozunk. Amikor oda kerültél, akkor tudtad, hogy gyakorlatilag ilyen lehetőségek lesznek, és ebben bíztál te is, hogy egyszer csak felbukkan majd a Jean Reno vagy az Anthony Hopkins. Tehát, hogy erre hajtottál, szeretted volna? Én nagyon szerettem volna, mert pont a két felsorolt ember, akit mondtál, ők a kedvenceim. Ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy na jó, akkor vágjunk bele, mert én akarok velük találkozni. A másik pedig az, hogy ha egyszer bekerülsz egy ilyen helyre, akkor már adogatják a telefonszámodat, főleg, hogyha te megfelelően tudsz viselkedni, beszélni megfelelő a megjelenésed, és úgymond tisztelettel beszélsz a sztárokkal, noha ők nem várják ezt el. És meglehetősen diszkrét vagy, hiszen ez a szakma szerintem ezt megköveteli. Ez abszolút így van, igen, tekintve, hogy nekem nagyon-nagyon komoly titoktartási szerződéseket kell aláírni minden egyes produkciónál, tehát se videó, se fénykép, se hangfelvétel nem készülhet. Arról mesélhetsz, hogy ki milyen privátban történeteket, tehát erre nem terjed ki a szerződésed? Erről mesélhetek, igen. Most csak felsorolás szinten egy pár nevet mondj nekünk, és akkor legközelebb beszélgetünk arról, hogy pontosan ki az, akivel még barátságba is kerültél, mert én már tudom, hogy van, amiből barátság lett. Így van, egy elég komoly barátság lett. Általában hetente egyszer vagy kétszer beszélgetünk. Ő Jean Reno egyébként, de szállítottam én már Sir Anthony Hopkins, a Vasembert, Robert Downey Jr., Kate Beckinsale, Will Smith. Ugye általában ezeket a sztárokat jegyzik meg az emberek. Magát a filmnek a rendezőjét senki. Van egy Tim Miller nevezetű, lehet ezt mondani, hogy barátom, ő volt egyébként az utolsó Terminátor filmnek a rendezője. Tehát vele is nagyon jó barátságba kerültem. Én meg csak sóhajtozom, és nem gond, ne foglalkozzunk velem. Most ezt így felsoroltuk, én arra kérlek, hogy beszéljünk majd még, és akkor szépen apránként egy-egy úgymond ilyen sztártörténetet várunk tőled. Rendesek, köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit! Mi köszönjük, hogy egy kicsit bekukkantattunk veled együtt a sztárok világába, és a következő beszélgetésnél szépen sorba veszük azt, hogy ki milyen is valójában. Én már nagyon várom. Ez a Maja meséi.